A gépkocsi súlyosan sérült sofőrje beszorult a roncsba. Őt a karcagi és a püspökladányi hivatásos tűzoltók feszítővágó, feszítőhenger és láncok segítségével szabadították ki. Az esethez a karcagi hivatásos, valamint a püspökladányi hivatásos tűzoltók vonultak, akik vízsugárral, illetve porraloltóval biztosították a helyszínt. A kamion fülkéjébe a sofőr beszorult, őt a tűzoltók feszítővágó berendezés, feszítőhenger és húzató láncok segítségével szabadították ki, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A tartóoszlop megsérülése miatt áramkimaradás is volt, de ezt lakosságot nem érintett, csupán állattartó telepeket. Az egységek az üzemanyag szivárgás miatt vízsugárral és porraloltóval biztosították a helyszínt. A sérült oszlop által tartott vezetékeket a szolgáltató szakemberei áramtalanították, a kimaradás állattartó telepeket érintett, a lakosságot nem. A sofőr haladása során elaludt, amely miatt áttért a baloldali szemközti forgalmi sávba, ahol a szalagkorlátot átszakítva egy villanyoszlopnak ütközött, majd a vízzel vezető árokba csapódott. A baleset következtében a sofőr az elsődleges orvosi vélemény szerint 8 napon túlgyógyuló sérülést szenvedett. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.